cannot take this anymore. Saying everything I said before. All these words, they make no sense. I find bliss in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Just like before. Everything you say to me. A Féknyom Online TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátorversenyzés világából. És most következik az F1 RFT magazin Sompír műsor vezetésével. Jó szórakozást kívánunk! A bajnokság támogatója a Motorsportál. Motorsportál.hu, a motorsportok hírportálja. A két fődíjat szolgáltatja a tvstil.hu, illetve az acéldivat.hu, ha a minőség számít. Simracing.hu, hírek, információk a szimulátorversenyzés világából. Szervusztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, Maglódi Imre vagyok, remélem hallotok engem ezen a szép téli estén. Ugye itt nálunk Baranyában most már jó 4-5 centis hó van, és persze a tévi képernyőn szép nyári idő van Montrealban, ahol is az első osztály a montreali futamját, hivatalos tesztjén vagyunk, és hát végül is a mai napon egész más témáról fogunk beszélgetni, de először is maradjunk az F1 RFT-nél, ahol is a hivatalos tesztet látjátok. Előjáróban annyit ezért elmondok, gyerekek, hogy érdekes műsorunk lesz. Itt lesz vendégünk Weber Gábor 7 órától, de előtte itt lesz Bordás Péter az Alfa Amora Racing Liga részéről, aki ezt a közvetítést, vagyis ő nélkül ez a közvetítés nem lehetett volna létrehozni. Úgyhogy nagyon nagy köszönet neki. A másik az, hogy itt az első osztályban van egy új pilótánk, az a neve, hogy Kóbori Zsolt, és szerettem volna, itt lenne fönn a TSN, és bemutatnám nektek, ugye régi új pilóta, azért mondjuk, hogy régi új pilóta, mert ugye itt volt nálunk a 2008-as szezonban, és igen jól teljesített, hát igen csak megpörgölte néha Jézus, tehát a csonálonsi bajszát egy-egy futamon, meg ugye itt volt köztünk akkor még Nagy Zsolt is, nagyon nagy versenyeket láthattunk tőlük, nem emlékezetes az a Maláj nagy díj is, ugye, aki még emlékszik rá úgy, ahogy. Aztán azért most még az a 24 fő, aki megmaradt, az most már remélem most már fix lesz, mert még azért egy-kettő emberem nem volt biztos, de most hála Isten egy kicsit beállt a kép, kellett hozzá 8 futam, hogy azért most legyen az a 24 fő, de sajnos mindig akad valaki, aki nem tud eljönni, és soha nem vagyunk 24-es teli számmal, tehát a rajtrácson. No hát akkor annyit, akik itt vannak a képen, most kilépek a menübe, hogy lássam a neveket. Báldi Gergő az egyik aspiránsunk, bajnok aspiráns, lehet még, az van a szerveren. Dévai Matyi, Csuti Zoli, Kovács Gyuszi, aztán Schneider Kristóf és Lenner Peti, ők vannak most fönt, és készülnek a vasárnapi montreali futamra, ami a 9. forduló, és ugye náluk is, és az ő futamjukkal, az első osztály futamjával fejezzük be az éves szezonunkat, ami aránylag egész jól sikerült eddig, a 8 vagy 9 futamig, és bízok benne, hogy a tévénézők kitartanak mellettünk, és január elején folytatni fogjuk, tehát majdnem egy hónapos szünetünk lesz,
de azért kitaláltam még egy jó kis anyagot a fiúknak a ligán belül, 30-án, tehát a karácsony is új év között, várható lesz egy kisebb rocverseny, amit csak a ligán belül fogunk lebonyolítani, csak azért, hogy ne unatkozzatok, és tehát valamit kitalálunk. De azt megelőzi a komolyabb nagy rocs, ami meghívásos, melyet a Fake News Online TV-n láthattok, majd egy hét múlva, tehát jövő szombaton. Nem, miért jövő szombaton, most szombaton, vagy mikor lesz? Hányadika van, hát most szombaton, emberek. Most szombaton, 18-án, este 6 órai kezdettel, de azt megelőzi még annak a beharangozója, illetve még lesz egy külön kiadás a magazinnak, egy olyan 20-30 perces a rossz előtt, amiben egy igen érdekes dolgot, tehát meglepetés próbálunk nektek majd mutatni, hogy milyen terveink lesznek a jövő évben kapcsolatban egy bizonyos szimulátor játékról, az R-Faktor 2-ről. No, hát nézzük egyszer, hogy ki az, aki itt van fönn nálunk a Szeron, és még a TeamSpeak-en is, hogy tudjak vele beszélni. Hát a Kóbori Zsoltot vártam volna, de nem érkezett meg. Akkor marad nekünk akkor a Schneider Kristóf. Szervusz Kristóf, hallasz engem? Igen, sziasztok. Na, mostanában nem igazán billogsz itt a ligában, de azért most azért téged is azért, hogy mondjam, mikrofon végre kaptalak. Mit számít ez a mennyivel másabb ez a montreali pálya a többihez képest? Tapasztaltad-e már? Hát igen, mindenképpen nehezebb, mert ugye nagyon gyors pálya, kicsi a leszorító erő, de mégis közel vannak a falak. Hát majdnem olyan, mint a Monaco, azt mondod? Hát, ja, csak sokkal gyorsabb. Úgyhogy... Na most ugye az első másodosztálynak meg volt a futamja, és ugye ott ez a köztudottan ez a montreali pálya, igen, fénygyilkos, hát ott ki is jött, és persze kellett is a módban egy kis patchet létrehoznom, vagy javítanom a módban, hogy végig tudjanak menni a játékosok a pályán. Te mennyire használod azt a féket? Tehát nem figyel, nem nézted még? Nem, hogy mondjam, nem tapasztaltál még olyat, hogy a fékek fogynak esetleg? Nem. Nekem még soha nem fogytak el a fékek, úgyhogy fékeken nem nagyon szoktam törődni, nem ment még el soha. Tehát akkor most fogsz. Mert itt ezen a pályán muszáj lesz odafigyelni a fékre. Milyen időket mész most körülbelül? 12 vége. Nem a legjobb, tudom. Hát kellene még, bizony. Mit vársz magadtól ezen a futamon? Hát ezt a 12-t ezt mindenképp le akarom vinni egy 12-1-2-re. Aztán Q3-ba egy 10. helyen, ha bejutnék, az nagyon jó lenne már. Hát a futamon végig menjek, aztán hát ha pont szerzőhely. Ja, ugye törökben ez elég jól sikerült most a török futamon. Helyes. De azelőtt helyes. Ugye nem nagyon. Na akkor majd figyelni fogjuk, hogy mennyit fejlődsz, vagy mennyire avi fog kijön ez a pálya neked. Jó, köszönöm szépen, vissza is mehetsz, és akkor folytatnánk a műsorunkat. És a következő vendégünk a mai napon. Köszi szépen. Következő vendégünk most a mai napon pedig Bordás Péter, Weber Gábor, és természetesen még jön hozzá Molnár Zsolt, és ugye a vendégünk, meghívott vendégünk, Hammer Bálint. Igen, itt vagyok. Mondjad. Jó. Na azt mondja, hogy Weber Gábor van. Van, ahol van, tehát mondom, állítólag. Szervusztok! Gábor, műsorba vagy. Sziasztok, itt vagyok. Üdvözöllek, itt van Ambrám, vagy Bordás Péter is, az Alfa Amora Racing Team-től. És akkor itt van Weber Gábor is. Te szeretettel köszöntelek benneteket. Még Mozsót várjuk, majd közben remélem megjön, majd behúzom ide a TS szobába, és amit az egészet megelőzi, ez ugye ez a beszélgetés természetesen. Itt van Mozsó is, bocs, hogy közbeszólok, és majd meg is vagyunk.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat, Gábor, és gondolom ez a szimulátoros világ, aki általában itt a Forma 1 és az átkocsis játékokkal játszanak, biztos vagyok benne, hogy nagyon örülnek az ilyen találkozásnak. És ugye hát ezt megelőzően nem sok kis munkába került, és egy olyan ember segített ki ebbe, hogy mindenképpen meg kell említenem, Bordás Péter, az Alfa Amore Racing Liga vezetője, egyik vezetője, aki létrehozta ezt a nem is tudom minek mondják, interjú vagy beszélgetés, legyen az egy ilyen non-stop, vagy valami bármilyen olyan, hogy nem hivatalosan leírt kérdések alapján, hanem így inkább egy ilyen olyan beszélgetés, ami talán mindenkinek jó fog tenni, és jól fog jönni. Bordás Péter az, akin keresztül az utóbbi hetekben, hónapokban föl tudtam menni a kapcsolatot, és be tudta ígérni nekem, hogy talán összejön ez a találkozó, majd később jön Mihelis Norbi, és akkor még a többiek. De szerencsére Gábor elfogadta ezt a meghívást, és nagyon szépen köszönöm neki, illetve Bordás Pétertől ezt, amit tett ezért a közösségért. Nagyon szépen. Ezt még gyorsan ledaráltam, de kellett is. Gábor, nem tudom, hogy ilyen közösségekben, hogy mondjam, tudtál-e részt venni már, ilyen kisebb ligákba be tudtál-e kerülni, ugye szóbeszédben, vagy videóban, vagy valahogy. Vagy most vagy először így köztünk? Azt hiszem, most vagyok először összetek alapvetően. Én, amikor elkezdtem az aktív pályafutásomat a való világban, 2002-ben, akkor azzal párhuzamosan gyakorlatilag abba hagytam az online versenyzést, és azóta igazából nagyon ritkán figyelem, de igazából nem vagyok benne, és ahol ismerős van, vagy ahol egy ismerősebb csapat van, akikkel személyesen is jóba vagyok, vagy személyesen is ismerem őket még régről, a GPL-es időkből, inkább arrafelé figyelgetek, de azért ez nem napi szintű dolog. Igen, igen. És azért külön köszönet ezért, és mi először meg tudtuk ezt tenni, és főleg mi az F1 RFT Liga tagja is nagyon örülnek ennek. Főleg ma délután, amikor megpróbáltunk egyeztetni a Teamspeak-en, nem véletlen voltak fönn a srácok itt, hogy tudjanak, hallják a hangodat itt. Hát ez valami nagy elismerés. Végül is, ha azt nézzük, egy Európa bajnoktól, hát mindenki örülne, hogyha tudna vele beszélni. De azért nem menjünk annyira előbb, mint Európa bajnok, ugye Eurocup 2010-es bajnokságát megnyerted. De inkább kezdjük abban, hogy annak idején, amikor és mikor, 2000-es években vagy korábban, mikor kezdted el azt a szimulátorozást? És abból utána jött az autóversenyzés is, és hogyan? 98-ban kezdtem el GPL-ezni, 98 év végén, és